Sok szeretettel köszöntök mindenkit gyülekezetünk Isten tiszteletén ezen a vasárnapon. Örülök, hogy együtt lehetünk. Milyen nagy dolog az, hogy ha megváltozott körülmények között is, de képernyők előtt találkozhatunk Istennel is és egymással is, és erre hívlak benneteket ezen a mai napon is. Egy ige jött elém, ahogy készültem így erre a délelőtre, amikor Józsué ott áll Izrael népével az ígéret földje előtt, és felsorolja Izrael népének azt, hogy milyen istenek közül lehet választani, és válasszátok ki még ma azt, hogy kit akartok szolgálni. És Józsué azt mondja az izraelieknek, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És azon gondolkodtam, hogy milyen sok lehetőség közül válogathattatok volna a mai napon, lehetett volna tovább aludni, valami más csinálni, ezt nézni, vagy amazt nézni. De nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy mai napon Istent, a mi Isten tiszteletünket választottátok, és kívánom azt, hogy épülésetekre legyen ez, hogy gyümölcsöző legyen számatokra ez a választás, és azon leszünk itt mindannyian, hogy ez megtörténhessen, még így képernyőkön keresztül is. Isten áldja meg a mai Isten tiszteletünket is. A következő percekben énekekkel dicsérhetjük Istenünket. Kérlek, hogy csatlakozzatok be ebbe, illetve, hogyha szeretnétek köszönni egymásnak, azt itt jobb oldalt megtehetitek a chat szekcióban is. Így is jelezhetjük egymásnak, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk. Énekeljünk tehát Istenünknek. Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntelek én is benneteket sok-sok szeretettel. Egy zsoltárt hoztam most reggel elétek, bátorításul, amely arról szól, hogy Isten a mi reménységünk. A 25. zsoltár Dávid zsoltára ezt mondja. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, te benned remélek. Ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim újongjanak fölöttem. Hisz senki, aki te benned bízik, meg nem szégyenül. De, és itt van egy fordulat, szégyen éri mindazokat, akik hiába valóságok miatt hűtlenek lesznek hozzád. Te mit választasz? Arra bátorítalak, hogy bízz benne, bármilyen nehéz helyzetben is vagy, bármilyen érzelmek is vesznek most téged körül, legyen Isten a te reménységed, legyen a te bizodalmad, mert aki benne bízik, az meg nem szégyenül. Uram, hozzád emelem tekintetem.
Hittel átadok kezedbe,
szívvel láthatunk már. Jézus, megváltásunk teljessé vált. Új létezésre változunk át. Mindörökre szabadok leszünk, Jézus, véget ér a szüntelen harc. Dicsőséget feltárul majd, lesz egy nap. Együtt mind ott a mennyben, egész járja át, köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Gyűjt még ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át. A győzelem dalát. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Amikor ez az egész vírus helyzet kirobbant, és megváltozott a gyülekezeti struktúra, és máshogy kellett készülnünk, akkor sokat gondolkodtam azon, hogy én nem, ha nem muszáj, nem szeretnék a vírus témaköréről beszélni, hiszen ezt így is elég sokan megteszik, és én úgy voltam vele, hogy ha lehet, akkor inkább másra irányítanám a figyelmünket ezekben a napokban, hogy ne csak ezt halljuk, de ahogy haladtunk előre az időben, felmerültek olyan kérdések az új helyzet miatt, olyan témák, amik mellett nem tudtam elmenni, amit mellett nem lehet elsétálni, és megkerülhetetlenek lettek ezek a kérdések az én számomra is, és ezért is forrott ki bennem az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, hiszen Jézus nem csak arra hív, hogy optimális helyzetben legyünk a tanítványai, hanem a nehéz időszakokban is. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hát ugye lelkész hallgatóként, teológusként különösen, hogy ilyen megváltozott körülmények között, amikben most kerültünk, milyen alkalmazást lehet hirdetni egy igehirdetésben, milyen alkalmazásra lehet bátorítani a testvéreket egy olyan időszakban, amikor távolságot kell tartanunk egymástól, sokan többnyire otthon vagyunk, nem sok mindenkivel találkozunk. Hogyan tudjuk a hitünket megélni ilyen körülmények között? Sokat foglalkoztatott engem ez a kérdés mostanában. A múlt héten hallottuk azt, hogy a láthatóság életeket menthet. A keresztény életnek lételeme, feltétele az, hogy hegyen épült városként világítsunk, és úgy mutassuk meg a hitünket embertársainknak. A láthatóság életet menthet. De egész héten ezen gondolkodtam, hogy de hogyan tehetjük ezt meg most? Hogyan tehetjük ezt meg úgy, hogy nem találkozhatunk olyan sokat emberekkel? Ugye nem a hitünknek a korlátozásáról van szó most, hanem arról, hogy azzal is életeket tudunk menteni ebben a helyzetben, hogyha otthon maradunk. És másik oldalt meg ott volt bennem az a feszültség, hogy én szeretem megvalósítani, megélni azt, amiről a gyülekezetben beszélünk. És ezért foglalkoztam sokat, hogy ezzel a kérdéssel, mivel, hogyha nem is lenne ez a helyzet, akkor is az én időmet, mint teológus hallgató, eleve nagyon sok olyan tevékenység tölti ki, amikor keresztény körökben mozgok. A időmnek a jelentős részét vagy a teológián töltöm keresztény emberek között, vagy a gyülekezetben más hívő testvérek között, és az az időszak, amikor láthatóvá tehettem a hitemet nem hívő emberek számára, az a munkahelyemen volt, és ott adódott lehetőség nekem arra, hogy bizonyságot tehessek a hitemről embereknek.
De most ebben a megváltozott helyzetben most ez is ezt is elvette tőlem ez a helyzet, és most még kevesebb ilyen helyzet, lehetőség adódik nekem. És biztosan vannak mások is, akik így vannak vele. És úgy jött bennem ez a kérdés, hogy ha már ez a lehetőségem sincs, akkor hogyan éljek bizonyságtévő életet a továbbiakban? Sokféleképpen hatott az emberekre ez az új helyzet. Én például abba a kategóriába tartozok, akinek, hát nem mondanám, hogy kevesebb feladata lett, de több rugalmasan beosztható szabadidő áll a rendelkezésemre. Hogyan töltsük el jól ezt az időt? Sokszor hallom ezt a kérdést. Aztán a másik véglet pedig az, akik beleszakadnak a munkába, olyan sok tennivalójuk lett ettől az új helyzettől. Hogyan tudnak ők hitben járni ebben az időszakban? Próbáltam bibliai példát keresni, ami a segítségünkre lehet, ami bátorítás lehet a számunkra, hogy ezekben a kérdésekben gondolkodunk és keressük a választ. József történetére esett a választásom, ahogy ezen gondolkodtam. Ebből szeretnék részleteket felolvasni. Ezt a történetet, amit szeretnék olvasni, megtaláljuk Mózes első könyvének 39. részéből, a 20. verstől fogom olvasni a 40. rész 8. verséig, majd pedig a 40. rész 20. és 23. versét fogom olvasni. Kérlek, hogy vegyétek elő a bibliátokat, ott, ahol vagytok, amilyen eszközön tudjátok, és kövessétek ezeket a szavakat, ami Istennek az igéje. Tehát 1 Mózes 39, a 20. verstől olvasom. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott ezért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mind a ketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben az ura házában, miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki, álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, beszéljétek el csak nekem. És a 20. verstől, harmadnap születésnapja volt fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm azt, hogy a megváltozott körülmények ellenére a te szereteted, hűséged nem változott meg, és hogy ebbe kapaszkodhatunk, így jöhetünk a te jelenlétedbe, és így is szól hozzánk a te igéd. Köszönöm neked ezt a történetet, hiszem, hogy ezáltal akarsz minket ma bátorítani. Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, hogy ezt befogadhassuk, beépíthessük az életünkbe. Amen. József, egy fiatal ember, ígéretes élet áll előtte, karrier, mondhatnánk úgy is. Ugye láttuk azt, ismerjük az előtörténetet, hogy egy jó családba született Jákobnak a gyermeke, sok testvére van, és ráadásul az apjának kedveltje ő, és ezért egy köntöst kapott, egy színes köntöst, ami megkülönbözteti őt, és van egy olyan különleges tehetsége, hogy álmokat tud megfejteni, ez őt egy különleges emberré teszi, egy ígéretes élet áll előtte.
De a korábbi történetekből tudjuk azt, hogy a testvérei, tehát más embereknek a gonoszsága, az tönkreteszi az ő életét, ketté töri ezt az ígéretes karriert. És most ott tartunk, hogy József egy egyiptomi börtönben ül sok ezer kilométerre a családjától, és attól az ígéretes élettől, amit talán előre tervezgetett. Nem itt kellene lennie, nem ezt tervezte, nem ez volt a célja, és mégis itt van. Abban a helyzetben, amiben most kerültünk, ugye a vírus miatt, sokan érezhetjük magunkat hasonlóan. És ugye kérdés az, József életében is az volt, a mi életünkben is, mihez fog kezdeni? Mihez fogsz kezdeni? 21. versben azt olvassuk, hogy az Úr Józseffel volt, és hűséges maradt hozzá. Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb azt tisztáznunk, és azon gondolkodnunk, elmélkednünk, hogy hisszük-e azt, hogy az Úr hűséges hozzánk most is, ebben a helyzetben is. József ezt úgy tűnik, hogy elhitte, és ebbe tudott kapaszkodni ebben a helyzetben. És ez eredményezte a tetteit is. Ugye nekünk most az a kérdésünk, hogy hogyan lehetünk láthatóak, és mi fog segíteni bennünket ebben? Hát ez a hit, hogy az Úr hűséges marad hozzánk ebben a helyzetben is. És József ebben a hitben azt kereste, hogy hogyan tudja szolgálni azokat, akik körülötte voltak ebben a helyzetben, kényszerhelyzetben. Úgy gondolkodtam, hogy hogy élhette ezt meg. Nekem úgy tűnik ezekből a sorokból, hogy József nem azon gondolkodott, hogy milyen jó lenne most, hogyha valami más történne. Vagy hogyha nem ebben a helyzetben lennék, akkor mi mással foglalkozhatnék? Vagy mi mindent tudnék csinálni? Vagy hogy milyen rossz nekem most ez a helyzet? Nem ezt látom Józsefen. Azt látom rajta, bár ezt nem olvassuk a Bibliában, de úgy a cselekedeteiből én ezt látom, hogy ezek helyett, a gondolatok helyett, ezeket félretolva ő ezt mondta: Uram, nem így terveztem, de mégis itt vagyok. Rád bízom az életemet, és mutasd meg nekem, hogyan tudsz engem használni ebben a helyzetben. Mi a te akaratod? És hogyan tudlak téged szolgálni, hogyan tudom az embertársaimat szolgálni ebben a megváltozott körülményben, amibe kerültem. A rabtársaira kezdte el irányítani a figyelmét, és ezt úgy tette, hogy látjuk, hogy elég sok dolga is akadt ezután, miután ezt megtette. Nagyon érdekes volt számomra az a mozzanat, amikor ugye már bekerült a börtönbe a főpohárnok és a sütőmester, és József volt az, aki meglátogatta őket. Azt olvassuk, hogy reggel bement hozzájuk József, és látta rajtuk, hogy izgatottak. Figyelmes volt a fogolytársaival. Olyan emberekkel, akikkel előtte máshogy nem is találkozhatott volna. Ez a helyzet munkálta ki, hogy ezekkel az emberekkel találkozzon. És nem idegenkedett ettől a helyzettől, hanem figyelmesen fordult hozzájuk. És meglátta azt, hogy izgatottak, hogy szomorúak, hogy valami probléma nyomja az ő szívüket. És utána látjuk azt, hogy az ajándékaival, az álomfejtés ajándékával szolgált ezeknek az embereknek. És ugye nem azért csinálta ezt, hogy valamilyen ajándékot vagy díjat kapjon érte, hanem azért tette, mert kereste azt ebben a helyzetben is, hogy hogyan tudja az Urat szolgálni. És az Úr adott válaszokat erre a kérdésre. A következő részben, a 41. részben, az első versből megtudjuk, hogy miután a főpohárnok kiszabadult, elfelejtkezett ugye Józsefről, és még 2 évig fogságban maradt József. Nem tudjuk, hogy összesen mennyi idő volt ez, legalább 2 évig ült József ebben a fogságban, ebben a félbetört élethelyzetben. De
amikor kiszabadult, ő akkor nem elégtételt kért, nem kezdett el háborogni, hőbölögni, hanem akkor is hűségesen rendelkezésre állt. És tudjuk a történetnek a folytatását, megfejtette a fáraónak is az álmait, aki később az ország élére helyezte őt, és megbocsátott a testvéreinek József, és utána életeket tudott menteni. De ezt úgy tette, hogy a hite az végig látható volt azoknak, akik kapcsolatba kerültek vele, kezdve a börtönőrtől a fáraóig. Mindezt úgy csinálta, hogy egy látszólag ígéretesnek tűnő életet félbetört egy ilyen rossz helyzet, egy börtön, egy ilyen kényszerbezártság. Azt gondolom, hogy fontos tanulság számunkra az, hogy Józsefnek a titka ebben a helyzetben az Úrral való kapcsolat volt, az Isten felé való nyitottság. Ki tudjuk-e mondani ebben a megváltozott helyzetben azt, hogy Uram, ebben a helyzetben is a rendelkezésedre állok. És ugye József egész történetének az egyik csúcspontja az a pillanat, amikor megbocsátott a testvéreinek. Ugye milyen drámai lehetett ez a találkozás. Évek fogsága után találkozott azokkal, akik annak idején eladták őt rabszolgának, és mégis meg tudott nekik bocsátani. Biztos vagyok benne, hogy sokszor gondolt rájuk a börtönben József, hogy ők miatta vagyok én most itt. De látjuk azt, hogy hogyan alakult ez a gondolatmenet ő benne. Majd erre vissza fogunk térni. Ahogy így beszélgetek emberekkel, olvasgatok megjelent tartalmakat, azt hallom sok embertől, hogy a most kialakult otthonmaradás az lehetővé teszi számunkra azt, hogy olyan dolgokat tegyünk, amikre eddig nem volt időnk. Én arra szeretnélek ma hívni benneteket és bátorítani benneteket, hogy ezt az időt, ami most így talán több szabadidőnk rendelkezésre áll, azt ne feltétlenül olyan dolgokkal töltsük el, amik csak is kizárólag kedvtelésünkre, vagy kerti munkára, vagy házkörüli tevékenységekre korlátozódik, hanem lássuk meg a lehetőséget ebben a helyzetben arra, hogy Istennel, az Istennel való kapcsolatunkkal is tudjunk olyan módon foglalkozni, amire eddig talán mondhattuk azt, hogy nem volt rá időnk. Ez a helyzet lehetőséget ad számunkra arra, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk az életünkben, amik eddig égettek bennünket, de mindig volt valamilyen tennivaló, amibe elmenekülhettünk ezek elől. Hogy ne kelljen szembesülni ezekkel a kérdésekkel. Mindig volt valami program lehetőség, vagy munka, vagy feladat, amire hivatkozhattunk, hogy emiatt nincs időnk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Keressük Istent olyan kérdésekben is, amelyekkel eddig még ezt nem tettük meg, amiket nem tettünk még fel neki. Vagy akár József esetére gondolva a testvéreivel, végig gondolhatunk olyan megromlott kapcsolatokat, akár a családunkban, akár a gyülekezetben, vagy bárhol máshol, amiket eddig kerültünk, és nem akartunk megoldani. Végig gondolhatjuk azt, hogy miért alakult az életünkben ez úgy, ahogyan. És megvizsgálhatjuk a szívünket azért, hogy letehessünk bűnöket. Életemben volt egy olyan pillanat, amikor úgy károsítottam meg valakit, hogy ő nem tudott róla, nem vette azt észre. És elkerültünk egymástól, így fizikailag távolra, földrajzilag, és később jöttem rá arra, hogy az, amit tettem akkor, az nem volt helyes. És úgy Jézus Krisztus meggyőzött arról, hogy ez nem volt jó, és ezt a bűnömet meg kell vallanom, de nem elég neki megvallanom, hanem attól az embertől is bocsánatot kell kérnem, akit ezzel a tettemmel megkárosítottam. És
gondolkodtam rajta, hogy hát most hogy csináljam ezt, most hívjam föl, mondjam el neki, vagy mit csináljak. Tehát most mégiscsak olyan téma ez, amit nem lehet egy messenger üzenetbe elküldeni. És gondolkodtam, de olyan nagy volt a távolság, évekig örlődtem ezzel a kis bűntudattal, és egyre nagyobb lett ez bennem, és közben ugye az élethelyzetünk változott, a földrajzi távolság is nőtt közöttünk, és a személyes találkozás az kizártá vált, és végül is arra jutottam, hogy én nem bírom tovább hordozni ezt a terhet, megírtam neki egy levelet, beleírtam, hogy ezt tettem, Jézus Krisztus meggyőzött arról, hogy ezt rosszul tettem, és ezt veled is rendezni akarom. És egy dokumentumba összegyűjtöttem, és csatolmányba elküldtem neki egy formázott levélbe, és hát remegett az ujjam, amikor elküldtem ezt a levelet, de tudjátok, mi történt? Ez az ember megbocsátott nekem, és azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. És talán ez a bezártság, ez a több idő, ami talán rendelkezésünkre áll, lehetőséget ad nekünk arra, hogy megírjuk ezeket a leveleinket azoknak az embertársainknak, akikkel így megromlott a kapcsolatunk. És amikor majd újra találkozunk, ugye itt a láthatóság a kérdés, akkor majd látható lesz a mi kapcsolatunkban Istennek a helyreállító munkája, amire ezt az időszakot tudtuk használni. Aztán egy másik dolog, amit tehetünk, az az, hogy imádkozunk egymásért, másokért. Kapunk a hét folyamán kéréseket testvéreinktől akár, az e-mail listára is rendszeresen jönnek ilyen kérések. És ugye vannak olyan embertársaink, akik nagyon le vannak terhelve ebben az időszakban, akár egészségügyisek, tanárok, közbiztonságban dolgozók, sokan mások. Sok embertől hallottam ezt is az elmúlt időszakban, a gyülekezetünkből is, hogy sokkal több munkája és elfoglaltsága lett most, mint előtte volt. És nekünk, akiknek több időnk van, most lehetőségünk van arra, hogy imádságban hordozzuk ezeket a testvéreinket. Aztán láthatjuk most is, hogy a gyülekezetünkben is sokan vannak, akik most azon munkálkodnak, hogy láthatóak maradjunk ebben az időszakban is. És őértük is imádkozhatunk, és hálát adhatunk, bátoríthatjuk őket. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne majd, amikor elmúlik ez a helyzet, és helyreállnak a dolgok, és amikor újra találkozunk, akkor majd szemébe tudjak nézni annak a testvéremnek, akinek most nagyon sok feladata van, és nagyon sokat dolgozik azért, hogy akár nekem is most jobb legyen, és azt tudjuk mondani egymásnak, vagy én azt tudjam mondani neki, hogy testvérem, nehéz időszakon vagyunk túl, de én imádkoztam, érted? Nem hagytalak cserben. Az ima egy ilyen helyzetben, amikor egyedül kell talán otthon imádkoznunk, és nem biztos, hogy látjuk ennek az eredményét, ez olyan is lehet, mint amikor elültetünk egy magot. Most van szerencsém ezt kipróbálni ebben az időszakban, és napokig, hetekig csak öntözni tudom, és talán kicsit gyomlálni, de nem látom azt, hogy mi lesz abból a magból, amit elvetettem. Rá is van írva a magra, hogy ekkor kell elültetni, és x hónap múlva lesz majd csak látható a zöldség, a gyümölcs, amit szeretnék megkapni. És gondolhatunk így is ezekre az imádságainkra, amiket most el tudunk mondani egymásért, hogy most még lehet, hogy nem látjuk az eredményét, de majd lesz. Bátorítsunk másokat. Akár olyanokat is megkereshetünk, akikvel eddig nem volt kapcsolatunk a gyülekezeten belül, és megköszönhetjük neki azt a munkát, amit végez. És így olyan kapcsolatok jöhetnek létre, amire nem is számítottunk eddig. Ugye József se ismerte a főpohárnokot se, és mégis milyen kapcsolat alakulhatott ki közöttük. Hogy miért fontosak ezek a dolgok? Azért, mert a láthatóság kérdéskörében az egyik legfontosabb dolog az az, hogy
mutatunk egyfajta képet magunkról, amit mások látnak. És hogyha sok ember között vagyunk, és másokkal is találkoznunk kell, akkor gyakran előfordul az, hogy nem azt mutatjuk, ami bennünk van. És ez sokszor elég messzire is elmehet. És ugye ez az, amit képmutatásnak hívunk. Most viszont olyan helyzetben vagyunk, amiben lehetőségünk van arra, hogy összemérjük bátran azt, hogy mi az a kép, amit mutatunk, és mi az, ami valójában bennünk van. Mi az, amit ebből láthatóvá teszünk. Mert most csak magunkat, vagy legfeljebb a családtagjainkat tudjuk becsapni. Mi az, amiben eddig mást mutattam, mint ami valójában bennem van. Milyen tartalommal töltöm fel a hitemet most, amikor én vagyok a felelős azért, hogy történjen a hitéletem. És nem a gyülekezetbe tudok eljönni, és itt majd kapok valamit, hanem most nekem kell megélni sokkal jobban a hitemet. Milyen tartalommal töltöm meg a kegyes szavaimat. Aztán egy egészen másik szituáció az, amikor egy egész család van összezárva, főleg akkor kisgyerekek vannak. És ugye mondtam, hogy foglalkoztatott ez a kérdés már hetek óta, hogy milyen alkalmazást lehet hirdetni a gyülekezetben, és hogyha ilyen kérdésem van, megpróbálok valakihez fordulni, aki nálam okosabb, és kérdéseket megkérdezem tőle, mi a véleménye, és általában a feleségem szokott lenni az első ember, akitől ilyen kérdéseket szoktam kérdezni, és ő rögtön azt mondta nekem, hogy mondjam meg nekik azt, hogy a családtagjaikon gyakorolják a hitüket. Otthon, a családban. És ez azért érdekes, mert ennek sokkal nagyobb jelentősége lehet, mint azt gondoljuk. Nemrégiben olvastam egy cikket, ahol Nagy-Britanniából, ahol nálunk is súlyosabb a helyzet, sokkal szigorúbbak az előírások és a körülmények, és azt írták benne, egy ilyen dadussal volt a cikk, aki ilyen gyerekvigyázással foglalkozik, hogy egyszerűen azt látja, hogy a szülők még az összezártság ellenére sem akarnak foglalkozni a gyerekeikkel. És ezért nevelőnőt fogadnak inkább. Persze más dolog az, hogyha munka miatt nem tudnak, de ő ezt mondta, hogy nem akarnak foglalkozni. És azt gondolom, hogy a mai társadalmunkban az individualizmus, ahol az egyéni siker az nagyon fontos, hogy nekem legyen jó, hogy én lépjek előre, hogy én tudjak jól szórakozni, feljöhetnek ilyen helyzetek, amikor már észre se vesszük azt, hogy mennyivel fontosabb lett valami más. És tudom, hogy ez egy olyan helyzet, amiben, hát nem is vagyok szülő, de úgy lehet ezt úgy venni, hogy ki mondja meg nekünk, hogy hogyan kell, vagy ilyenek. De mégis érdemes ezt átgondolnunk, hogy ott van Istennek az igéje, ami azt mondja, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. És olyan sokszor látom azt, hogy szülők ülnek a gyerek mellett, aki szeretne valamit, és a szülő így ül, és a gyerek kiabál, és a szülő így ül, és a gyerek kiabál, és a szülő így ül, telnek a percek, az órák, a napok. Hagyjuk Istent arra, hogy rámutasson az ilyen elferdült gondolkodásunkra ebben az időszakban. Hogy feltegyük a kérdést, hogy mi az, ami tényleg fontos. És ne felejtsük azt el, hogy a velünk otthon élő gyerekek számára nagyon is láthatóak vagyunk most. És a személyes példánk az sokkal többet számít az ő hitre jutásukban, mint bármilyen vasárnapi iskolai anyag, vagy hittanóra, vagy bármi. Szükségük van ránk, ne hagyjuk magukra őket. Azoknak pedig, akik leterheltek, és dolgoznak, és majd beleszakadnak a munkába, sok erőt és kitartást kívánok, hogy Isten tartson meg benneteket. Isten adjon nektek bölcsességet, a lelkét adja nektek, hogy érezzétek az ő jelenlétét, és ott lehessetek láthatóak, ahol most éppen vagytok. Hadd olvassak befejezésképpen egy-két igeverset Pál apostoltól, aki szintén börtönbe ült, és onnan írta ezeket a szavakat Timóteusnak. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus
aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő, az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Legyen ez a bátorítása számunkra ebben az új helyzetben is. Imádkozzunk. Istenem, hálát adok neked, hogy a te kegyelmed nem szűnik meg, hogy a te evangéliumod ereje az nem gyengült meg, még annak ellenére sem, hogy több időt kell most talán otthonainkban tölteni, hogy nincs olyan sok lehetőségünk talán a bizonyságtételre, de köszönöm azt, hogy akarod ezt a helyzetet használni arra, hogy változzunk, hogy hozzád térjünk, és akarsz nekünk megmutatni olyan dolgokat, amelyekkel talán eddig nem foglalkoztunk. Akarsz hozni elénk olyan embereket, családtagokat, szomszédokat, elvesztett kapcsolatokat, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk. Kérlek Istenem, add, hogy ezek megújulhassanak, és hadd láthatóvá válhasson ebben az kényszerhelyzetben is, amiben most kerültünk, a mi hitünk. Hadd lehessen láthatóvá a te dicsőséged a mi életünkben. Imádkozom a gyermekekért, akik most otthon vannak, a szülőkért, akiknek gondot kell rájuk viselni. Kérlek Istenem, add, hogy tudjanak rád figyelni, tudjanak időt szakítani arra, hogy bemutathassák a te szeretetedet a gyermekeiknek, és a családtagok egymásnak. Istenem, kérlek, hogy ezt munkáljad mindannyiunk szívében. Kérlek Istenem, hogy légy azokkal, akik most sokat dolgoznak, és nagy a leterheltségük. Istenem, te adj nekik enyhülést, te emlékeztesd őket a te jelenlétedre, és kísérd őket ebben a helyzetben is. Köszönöm, hogy így bízhatjuk egymást rád, és hordozhatjuk egymást imádságban. Még akkor is, hogyha talán most kevesebbet tudunk találkozni egymással. De köszönöm, hogy te velünk vagy, hogy szeretsz bennünket, és keresztül fogsz minket vinni ezen a helyzeten. És rád bízhatjuk az életünket. Ámen. Énekekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Te vagy az Úr.
minden reménységem ott van, fenn a kereszten, a megfeszítettben. Minden, amit teszünk, ezért van, mert a fiú hátra hagyta otthonát, eljött közöttünk, járt. Minden, amit teszünk, ezért van, mert a fiú a mennyből alászállt, s vállalta a halált. Értem, tette ezt, igen, értem, szenvedett. Minden bűnöm, minden szégyenem, minden betegségem ott van, fenn a kereszten. Jézus saját vérén váltott meg, minden reménységem ott van, fenn a kereszten, a megfeszítettben. Teszünk, ezért van, mert a halál sem tarthatta fogva őt, Jézust a megmentőt. Él és hirdeti életével a Golgota keresztjének dicsőségét, a teremtő kegyelmét. Értem, tette ezt, igen, értem, szenvedett. Betegségem ott van, fenn a kereszten, Jézus saját vérén váltott meg. Minden reménységem ott van, fenn a kereszten, a megfeszítettben. Fájdalmak férfia, egyetört arcod barázdáiban, keresek reményt. Múltam és jövőm, terhét csak rád vetem. Köszönöm a vért. Minden bűnöm, minden szégyenem, minden betegségem ott van, fenn a kereszten, Jézus saját vérén váltott meg. Minden reménységem ott van, fenn a kereszten, a megfeszítettben. Minden bűnöm, minden szégyenem, minden betegségem ott van, fenn a kereszten, Jézus saját vérén váltott meg. Minden reménységem ott van, fent a kereszten, a megfeszítettben. Isten tiszteletünk végéhez közeledve hadd osszak meg egy-két hirdetnivalót veletek, testvéreim, hiszen a jövő héten az eddigieknél is rendhagyobb módon fogunk Isten tiszteletet tartani. A kaposvári evangéliumi gyülekezetektől kaptunk egy meghívást az online konferenciájukra, ahova a dunántúli gyülekezetekkel csatlakozhatunk be. Személyes küldetésem Isten átfogó tervében. Ebben a témában fog igét hirdetni dr. Steiner József missziológus, és ezt majd a internetes portálokon tudjuk majd nyomon követni, ahogy majd látni is fogjátok a hirdetésekből. Illetve délután pedig gyülekezetépítés és küldetés betöltés a Missio Dei alapján ilyen témakörben egy Zoom beszélgetésre hívnak bennünket az ottani testvérek. Aki szeretne ezen részt venni, az ne felejtsen el előre regisztrálni ehhez. És majd küldjük a tudnivalókat hozzá. Ami még egy csavar ebben az egész
helyzetben, történetben az az, hogy a jövő hét az a hónap első vasárnapja, úrvacsora istentisztelet is vár ránk, és a megváltozott helyzet nem jelenti azt, hogy meg fogunk állni ebben, így is láthatóvá fogjuk tenni a mi hitünket, és majd az otthonainkban lesz lehetőségünk a konferencia résztvevőivel együtt, így a hálózaton összekötve úrvacsorát venni, erről is fogunk kapni majd bőségesebb tájékoztatást a héten. Így hívlak benneteket a jövő heti istentiszteletünkre, és csatlakozzatok minél többen. Végül pedig hadd olvassak egy igeverset, áldásként, búcsúzásként. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten áldjon benneteket.